U okviru prekogranične saradnje Srbije i Mađarske danas imamo u izvođenju jedan od projekata koji radimo sa mađarskim komorama, to je takozvani projekat SMEIT ili internacionalizacija malih i srednjih preduzeća u prekograničnoj saradnji. Ovaj projekat je počeo sredinu prethodne godine i treba da se završi negde isto tako u drugoj polovini ove godine. Mi smo sada u drugom delu praktično izvođenja projekta. Ovo je nešto što je nadgradnja nad jednu temu koju smo obradili u Segedinu kada smo imali seminar na temu klastera, a danas imamo workshop ili radionice na temu klastera i to na osnovu dvostrukih iskustava romađarskih eksperata i naših na temu pre svega klastera, a sa stanovišta mađarskih stručnjaka na temu klastera u okviru saradnje između Mađarske i Srbije u delu prehrambene industrije i obnovljivih izvora energije. Ako malo pokušamo da pogledamo šta je suština ovakvih projekata, onda bi možda neki podaci bili vrlo interesanti da se kažu, a to je da je robne razmjene između Mađarske i našeg regiona ove godine manja za 3 miliona dolara u odnosu na prethodnu godinu, ali se bitno pomerila struktura. To znači, bitno smo smanjili uvoz, povećali smo izvoz, znači mi imamo ove godine 56 miliona, kad kažem ove godine, mislim na 2012. Znači 56 miliona izvoza u Mađarsku iz ovog regiona i 50 miliona uvoza, što znači da imamo suficit. Prethodne godine je bilo 23 miliona deficita. Ja ne mogu da kažem da je ovaj projekat doprinuo tome da se ovako stanje bitno pomeri u pozitivnom smeru, ali je sigurno jedan od segmenata i to da su ovakvi projekti ovakvog tipa pomogli da se naši preduzetnici, naša preduzeća vrlo ozbiljno uključuju jednu evropsku priču. Ono što je vrlo značajno još reći za ovaj projekat i za ono što se dešava između u saradnji između Srbije i Mađarske, jeste da ovaj projekat u stvari je značajan za obe strane, jer on praktično jača dobrosusedske odnose i u političkom i u, pre svega, ekonomskom smislu. On je deo projekta IPA projekata koji je usvojen na nivou Evropske unije 2007. godine za period 2007-2013. i on je u stvari pomoć svim zemljama koje su na granici ulaska u Evropsku uniju. Mi očekujemo da ćemo mi za određeni broj godina biti i članovi verovatno Evropske unije, a ovo je znači jedna pomoć u jačanju kapaciteta malih i srednjih preduzeća, pre svega malih preduzetnika i privrednika kojima je jako bitno da pored onog dela što se zove posao znaju i širinu vezanu za propise, za sve ono šta je bitno i značajno imati u Evropskoj uniji. Klasteri su nešto novo i za nas i za Mađare, kod njih su inače nešto razvijeniji nego kod nas, ali su značajni zbog toga što je to jedan novi oblik udruživanja, jedan novi oblik interesnog udruživanja gde nema granice, gde nema nekih drugih okvira koje ograničavaju saradnju i gde je sve u interesu stvaranja većeg rezultata i profita. 2012. január 1-jével kezdtük meg a úgynevezett SMEIT projektünknek a megvalósítását, amely Magyarország-Szerbia IPA határon átnyúló program keretében valósul meg. U januara 2012. godine smo započeli sa realizacijom programa SMEIT koji se u stvari implementuje, realizuje u okviru prekogranične saradnje IPA između Srbije i Mađarske. A projektnek a vezető partner a Csongrád megyei kereskedelmi és iparkamara, és a szerbiai partnerünk pedig a Szabadkai regionális gazdasági kamara. Nosilac projekta je Privredna i trgovinska komora Županije Čongrad, a partner u projektu je Regionalna privredna komora Subotica. A projekt célja alapvetően a vállalkozói készségeknek a fejlesztése, elsősorban a szerbiai vállalkozások vonatkozásában, de természetesen a magyar vállalkozásoknak is van ezen a téren még tennivalójuk. Osnovni cilj projekta jest u stvari razvoj sposobnosti preduzetnika i preduzetničkih veština, prvenstveno među preduzetništvima u Srbiji, ali naravno
to ima utjecaja i uključuju se i preduzetništva iz Mađarske. Természetesen a projektnek a másik célja az, hogy segítsük a határon átnyúló üzleti kapcsolatoknak a fejlődését, új lehetőségeknek a feltárását, ezzel segítve a vállalkozásoknak a nemzetközi esedését. Naravno, projekat ima i drugi cilj, a to je u stvari potpomaganje i uspešivanje prekograničnih poslovnih kontakata, odnosno istraživanje i pronalaženje novih mogućnosti. Az előbb említett két célnek az érdekében azt gondolnám, hogy két fő csoportra bonthatjuk a projektnek a tevékenységeit. Na osnovu ova dva osnovna cilja projekta, po mom mišljenju, aktivnosti, projektne aktivnosti možemo da podelimo na dve osnovne grupe. A vállalkozói készségek szintjének a felmérésére készült egy tanulmány a szerbiai oldalon. Itt szerb vállalkozásokra kellett egy bizonyos kérdőívet kitölteniük, amiben a különböző vállalkozói készségeiknek a felmérésére került sor, és ennek a felmérésnek az eredményeiből készült egy tanulmány. U okviru prve aktivnosti na nivou preduzetničkih veština realizovali smo jedan upitnik među preduzetništvima u Srbiji što se tiče njihovih preduzetničkih sposobnosti i na osnovu rezultata tih upitnika smo izradili jednu studiju. A tanulmány nyilvánvalóan nem a fióknak, az asztal fióknak szánnánk, nem azért készült el, hanem pontosan abból a célból, hogy felfedjük azokat a hiányosságokat, amelyek a vállalkozói készségek területén megvannak, és akár az állami döntéshozóknak is a figyelmét felhívjuk arra, hogy milyen irányban kellene segíteni a vállalkozókat és a készségeiknek a fejlesztését. Naravno, cilj izrade ove studije nije bio to da to uradimo za fioku, za kancelarijsku fioku, nego da otkrijemo koji su oni nedostaci u ovoj oblasti po ovoj temi, koji mogu da budu u stvari koristi ne samo za samo preduzetništva, nego i za donosioce odluke. Ahogy említettem, a másik aktivitáscsoport ebben a projektben a különböző szemináriumoknak és workshopoknak a szervezése. I kao što sam rekla, druga aktivnost u okviru ovog projekta jeste, u stvari grupa aktivnosti, jeste u stvari organizovanje seminara, obuke i različitih radionica. Már ezeknek a rendezvényeknek a témakör kiválasztásánál, valamint az egyes rendezvényeknek a tematikának az összeállításánál tudtuk hasznosítani azokat az információkat, amelyeket a felmérésből kaptunk. Već kod izbora tematike i tema za ovu drugu grupu aktivnosti, dakle za radionice, mogli smo u stvari da se okoristimo od onih informacija koje smo dobili iz istraživanja za studiju. Három fő témakört választottunk ki a vállalkozói készségeknek a fejlesztésére. Az egyik témakör, ami aránylag egy új fajta megközelítését fogalmazza meg, vagy fogja össze a vállalkozói magatartásnak, egy vállalkozás vezetősnek, ez a bizonyos coaching témakör. Izabrali smo u stvari tri teme koje su relevantne za razvoj preduzetničkih veština. Prvi je jedan novi pristup u ponašanju preduzetnika, a to je u stvari tematika coachinga. Fontosnak ítéltük meg a marketing témának a beemelését a szemináriumok és az workshopok közé, hiszen, mint tudjuk, az üzleti életben egészen új marketing technikák hódítanak teret, és az volt a célunk, hogy ezekkel az új marketing eszközökkel, technikákkal megismertessük a vállalkozásokat. Smatrali smo važnim da integrišemo u krug tematika i temu marketinga, budući da je znamo da marketing danas već zahteva sasvim novi pristup, drugačiji pristup, i smatrali smo važnim da se preduzetnici upoznaju sa ovim novim marketinškim tehnikama. És miután úgy gondoljuk és azt látjuk, ugye tapasztaljuk a nemzetközi téren, hogy egyre fontosabb és egyre nagyobb hangsúly helyeződik arra, hogy a vállalkozások együttműködjenek egymással, az úgynevezett hálózatosodás kérdése. Ebben ezért a klaszter téma is bekerült a workshopok témái közé. Budući da procenjujemo i naše iskustva pokazuju da sve važniju ulogu dobijaju
dobija u poslovnom svetu i umrežavanje, odnosno stvaranje mreža, i zato smo i tematiku klastera i formiranje klastera uvrstili među teme ovih radionica. Hazai klaszterfejlesztési tapasztalatokról meséltem, illetőleg egy a határon átnyúló élelmiszeriparral kapcsolatos kutatásunkat ismertettem őket. U mom predavanju sam predstavio u stvari naše iskustva u Mađarskoj koje smo stekli na polju razvoja klastera, i nakon toga sam u stvari predstavio rezultate istraživanja koje smo vršili u oblasti prehrambenih klastera u Mađarskoj. Nagyon leegyszerűsítve, az élelmiszeripari kutatásnak az a fő megállapítása, nem elvéve Miklós kenyerét, hogy mind a szekunder adatok elemzése, mind a szakértői interjúk, mind bármilyen klaszter feltérképezési módszertan alapján egyszerűen szükségképp ki kellett volna már alakulnia egy határon átnyúló élelmiszeripari klaszternek Vajdaságban és a Dél-Alföldi régió déli részében. Na osnovu sekundarnih podataka iz istraživanja koje smo vršili u oblasti prehrambene industrije, kao i na osnovu upitnika koji smo uradili među ovim firmama, odnosno stručnjacima koji se bave prehrambenom industrijom, i intervjua koji smo sa njima radili, jednoznačno, nedvosmislena konstatacija jeste da već do sada smo trebali da imamo formirani klaster, i to prekogranični klaster, kako u Vojvodini, tako u južnom delu Mađarske na polju prehrambene industrije. Mi azzal a céllal jöttünk ide, hogy a magyar klaszter fejlesztési tapasztalatokról beszéljünk, és megpróbáljunk olyan közös platformokat találni a szerb partnerekkel, ami a tagadhatatlanul potenciális Dél-Alföld Vojvodina határon átnyúló élelmiszeripari klaszter létrejöttéhez vezet. A kutatásunk egyértelműen feltárt két dolgot. Az egyik az, hogy az élelmiszeripari vállalkozások és foglalkoztatottak száma elérni a kritikus tömeget, aminek eredményeképpen létrejött egy látás klaszter a térségben. A másik fontos eredmény, hogy a klaszteresedés legfőkártya az a bizalom hiánya felett között. Ennek a fórumnak elsődleges célja az, hogy ezt a bizalom deficitet feloldja. U današnjem skupu će nam biti predstavljeno mogućnosti klasterizacije u Srbiji, kakva su iskustva, koje institucije podrške pomažu rad samih klastera i kako se dolazi do raspoznavanja razlike između klastera i klasterske inicijative sa druge strane. Pored toga, upoznaćemo se sa klasterima koje postoje u regiji Subotičkoj, isto tako i na teritoriji same Vojvodine, i onda ćemo se malo fokusirati na praktične stvari, a to je kako voditi jedan klaster, koje su to menadžerske tehnike i koji su ljudi potrebni da bi jedan klaster mogao uspešno da funkcioniše.